Rántott, töltött, székely, toros, lúcskos, pásztor vagy éppen roma módra készített káposzta. A nyírségiek szerint teljesen mindegy, csak káposzta legyen. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei településen Demecseren idén 13. alkalommal rendeztek 3 napon keresztül káposztás napokat a helyi sportpályán szeptember 29-e és október 1-e között. Szabadtéri rendezvénynél nagyon az időjárás, tényleg ez szeptember végéhez, ugye a vénasszonyok nyara nem hazudtolta meg magát, tényleg ragyogó közönség, vendégek, és minden elismerésem a főzőcsapatoké, hogy igen, kitettek magukért, 3 napig fognak talpon lenni. Minden elismerésem a vendéglátósoké, akik éjszaka is talpon álltak, mert ugye tegnap már elkezdődött pénteken a rendezvény, péntek, szombat, vasárnap. Több ezer embert várunk, tehát most is látszik, hogy azért ennek a hagyománynak van létjogosultsága, mi meg ezt betartjuk, úgyhogy továbbra is várjuk a kedves látogatókat, meg ugye jövőre, évről évre ezt megrendezzük. Az eseményre több ezren látogattak ki. Köztük olyan is volt, aki éppen a lánybúcsúját ünnepelte a helyszínen a barátnőivel. Tegnap reggel kezdődött a lánybúcsúm, és körülbelül 2 héttel ezelőtt megláttam a Facebookon a demecseri káposztásnapoknak a plakátját, és elküldtem üzenetbe azonnak a tesómnak, és úgy gondoltam, milyen jó poén lenne, ha idehozna engem szombat estére. De álma nem gondoltam, hogy ide fog hozni. Nagyon jó a hangulat, most adtam el egy csomó petrezselymet, viszont megmondom őszintén, a programokról még nem tudjuk, hogy kik lesznek, meg hogy fognak fellépni, de azt tudom, hogy itt maradunk estig. Az esemény középpontjában a hagyományokhoz híven a főzőverseny állt. A több mint 30 kóstoltató gárda sokat készült a megmérettetésre, hogy elnyerje a gasztronómiai fesztivál legfinomabb káposztás ételének járó díjat. Az első pillanattól itt képviseljük a Berkeszi önkormányzatot és óvodát és az iskolát. Nagyon szeretünk ide jönni, nagyon jó a hangulat, jó a közösség, jó a társaság, és hát ez a lényeg. Szerintem a csörögét biztos, a csörögével elhozzuk az első díjat, ez biztos. Bízunk benne. Itt volt a Fási úr, és ő is nagyon... Azt mondta, hogy szeretne belőle lenni. Így van. Ő az eredetét is elmondta a csőrögének, úgyhogy máshol sehol nem sütöttek, nagyon sok helyen nem is ismerik a csőrögét, úgyhogy reméljük, hogy esélyesek vagyunk. De ha nem, akkor se baj. A különleges fesztiváli hangulatról az Agyagbanda zenekar gondoskodott. A muzsikusok vidámsággal, kitartással, lendülettel zenéltek és járták végig a főzőcsapatokat, akiknek kérésére bármit eldaloltak a lelkes zenészek. Egyed meg a fészkes, fekete fene, a lember mából kikerülni a A főzőgárdák között volt olyan, aki roma módra készített toroskáposztát. A csapat tagjai abban bíztak, hogy megnyerik az idei versenyt. Először is füstölt főszalonnával felfőszerezzük, először is úgy kezdjük az ízeket, és nem túlfőzzük a káposztát, hanem csak pároljuk. A húst is előfőzzük, ugyanis fűszerként pörkölt fűszeresítést teszünk hozzá, ugyanis fokhagyma, hagyma, aztán a következő, amit mi belerakunk, a babérlevél, bors, szegfűszeg, kömény, és akkor a legfőbb az, hogy a só. Ugyanis amikor a káposztát előtapossák az idős hölgyek, akkor tudjuk mi azt, hogy ugyanis az már a sót felveszi. Ugyanis nem szoktuk átmosni, ahogy a többiek mossák, mi úgy rakjuk bele. És akkor ez a lényege az egésznek. A rendezvényt Váradi László polgármester nyitotta meg, majd Sesták Oszkár osztotta meg ünnepi gondolatait. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés elnöke beszédében kiemelte, hogy a gasztronómia, a közösség, a közös ízek és hagyományok összetartanak bennünket. Úgy fogalmazott, ezek tesznek bennünket közösségi, demecserivé, megyebelivé és magyarrá. Sesták Oszkár szerint azért fontosak ezek a rendezvények, mert a közösségi együttlétben megerősödve találkozhatunk egymással, és jól szórakozhatunk egymás társaságában. Szórakozásból nem is volt hiány, hiszen zenés, táncos, népi és könnyű zenei programok tették még hangulatosabbá a különleges rendezvényt. A
főző csapatokat Fási Ádám értékelte, aki nagy figyelmet fordított az ételek állagára, külalakjára, az alapanyagok felhasználásának minőségére, valamint az ízek összhatására. Nagyon sokféle étel van, és a káposzta, a káposztás ételeink azok szárnyalnak, hisz azért főleg a töltött káposzta az meg olyan, hogy van a takart, annak is nevezzük, Szármának Erdélybe, szóval sok minden neve van. Én ismerek körülbelül olyan 140-150 féle töltött káposztát. Ez egy nagy varázslatos szám, és azt gondolom, a magyar ember étkébe ez egy meghatározó, főleg télen. És hát pont itt a Nyírség szívébe vagyunk, ahol a kukoricával van töltve, és ez az egyedisége, és pici kis töltelékeket készítenek az itt élő emberek, és a sok adag és a sok színűség és a jó íz határozza meg. Mikor ilyen helyre eljövök, akkor úgy leborulok az embereknél, mert itt az minden van, a rántott töltött káposztától kezdve az őzből készült toros káposzta, és hát minden torosféle és a mindenféle gulyás levesbe is a káposztának a főhasználása, és hát a magyar ember étke ez a káposzta, és ettől varázslatos egyébként ez a nap számomra, hogy itt azért összegyúrtunk mindent, amit lehet az ember fantáziájába és a valóságban is. A zsűri elnöke a legmesszebbről érkezett csapatdíjat a Füzérradványiaknak nyújtotta át. A legszebben dekorált standért járó elismerést a Pendelyes Néptánc Együttes vihette haza. A legjobb töltött káposzta díjat a záhonyi rózsabimbók vehették át. Abszolút kategóriában a harmadik helyezett a pásztortanya lett. A második helyezettel a másnaposok csapat büszkelkedhetett, míg 2017-ben a főzőverseny legsikeresebb csapata címet a Nyírségi Gazdák Vadásztársaság érdemelte ki. A nagy múltra visszatekintő demecseri káposztásnapok idén is nagy sikernek örvendett a kikapcsolódni vágyók körében, ugyanis az incsiklandó, szemet gyönyörködtető és orrot mágnesként vonzó ételkülönlegességek mellett nóta, kacagás és tánc jellemezte a gasztrokulturális rendezvényt.